Reggel rám köszönt a fecske, hová mész te gyerekecske? Mondom neki, hallod fecske, nem vagyok már gyerekecske. Fejszén vágtam kemény fába, sietek az iskolába. Iskolás lesz majd belőlem, sokat tanulhatsz majd tőlem. Irigyeltem a bátyámat, hogy már iskolás, neki bizony játszva megy az írás-olvasás. Gyönyörűség, hogyan írja ő a betűket, hiába van sok belőlük, tudja a nevüket. Meséket is úgy olvas ő, mint a vízfolyás, könnyű neki, hetedikes, már nem óvodás, no de most, hogy elsős leszek, én is az idén megfogadtam a bátyámat, utolérem én. Oliver, Lopoli Eszter, Hajna Sára Amir, Adis Dante Mizeza, Puskás Jászmin Barbara, Kovács Bálint, Zimány Zsolt, Lovász Dominika, Lovász Csaba Ákó, Juhász Áron, Thank you.
úgy látom, hogy minden első osztályosnak a nyakába került a nyakkendő. Jó napot kívánok! Őszinte szeretettel köszöntök mindenkit tanítvító ünnepéjünkön. Elsőként természetesen az érintetteket, tanítványainkat, valamint megjelent vendégeinket, kartársaimat, kedves szülőket a 2013-14-es tanév kezdetén. Az idő gyönyörű, a naptár azonban hajthatatlan. Szeptember 1-jét írunk, tehát elkezdődik az iskola. A tanévet 142 tanuló kezdi intézményünkben. A tanév előkészítése alapos és körültekintő volt. A tankönyveket azt hiszem hiánytalanul holnap reggel kapják meg tanítványaink. Elkészítettük a tanév részletes munkatervét, az eseménynaptárt. Gazdag és változatos program várja diákjainkat a tanóránkon kívül is. Az azonban természetes, hogy az elsődleges, de nem egyedüli kötelesség a tanulás. Kinek-kinek a saját képességeihez mérten legtöbbet kell kihozni önmagából. Ehhez iskolánkban jól felkészült pedagógusok adnak segítséget. 2013. szeptember 1-től az új köznevelési törvény szerint jelentős változások lesznek köznevelési intézményeinkben. Egyik ilyen változás, hogy minden nap délután 4-ig kell megszerveznünk a tanulók foglalkozását. E kötelezettség alól kérhet a szülő felmentést gyereke számára, de csak bizonyos feltételek esetén kaphatja meg. További lényeges változás, hogy az első és második, valamint az 5. és 6. évfolyamon minden nap lesz testnevelés óra a gyerekeknek. Ennek az a megdöbbentő oka, hogy a magyar gyerekek fele valamilyen egészségügyi problémával küzd. Bevezetésre kerül az 1. és 5. osztályokban az erkölcstan, illetve a hit és erkölcstan oktatása a szülők választása szerint. Néhány fontos információ természetesen a teljesség igénye nélkül. A zeneiskola az előző évek hagyományai szerint áll az érdeklődő tanulók rendelkezésére. A tanévben sok területen szervezünk szakköri foglalkozásokat, melyekre szerdáig várjuk a jelentkezéseket. Jelentkezési lapokat majd az osztályfőnököktől kapnak a tanulók. Mind a katolikus, mind a református hittara szintén kapnak az érdeklődők jelentkezési lapokat, mármint a 2., 3., 4., illetve a 6., 7., 8. osztályosokról van szó. A konyha az arra igényt tartó tanulók számára tud biztosítani 10 órait, ebédet, uzsonnát, ez tetszés szerinti kombinációban, akár külön-külön is. A konyha vezetője, Izsóf Józsefné, minden osztályban holnap összegyűjti a jelentkezőket. Tulajdonképpen holnap már igénybe is lehet venni az étkezést. Miután nagyon sok és jelentős változás van szeptember 1-től a magyar közoktatásban, ezért már kedden délután 17:30-tól közös összevont szülői értekezletet tartunk a kis tornateremben, illetve utána közvetlenül osztályszülői értekezletek is lesznek. Itt fogom majd részleteiben ismertetni azokat a változásokat és a szülő választási lehetőségeit, amelyek életbe lépnek a mai nappal. Osztályainkban ideális osztálylétszámok vannak, ezért a pedagógus minden gyerek munkáját, teljesítményét óráról órára nyomon tudja követni. Bizony, itt rendszeresen készülni kell, lényegesen nehezebb megúszni a készületlenség következményeit, mint mondjuk egy 30 fős osztályban. Ebből persze az is következik, hogy szilárd alapokkal mehet a diák a középiskolába, életpálya esélyei sokkal-sokkal jobbak lehetnek. Természetesen az eredményes munkához nélkülözhetetlen a következetes, segítő szülő, aki rendszeresen együttműködik a pedagógusokkal gyermeke érdekében. Kedves szülők! Külön köszöntöm önök közül azokat, akik először vesznek részt az évnyitó ünnepéjünkön, mert gyerekük most kezdi az iskolát. Iskolánkban a 18 elsőst sok élmény, új barátok várják, ugyanakkor elkezdődik a folytonos és kötelességszerű felelősség, egy mindennapi elkötelezettség, a rendszeres és kitartó tanulás. Szeretném, ha minden szülővel,
az elsős gyerekek szüleivel épp úgy, mint a nyolcadikosokéval. Nagyon jól együtt tudnánk működni, természetesen a gyerekek érdekében. Bízom benne, hogy a szülők és az iskola egyet akarva, egymást segítve valósítjuk meg elképzeléseinket. Kedves első osztályosok! Bizonyára kíváncsian vártátok már az iskolát. Harangozó Andrásné, Erika tanítónéni segítségével folytatjátok majd az iskolában a világ megismerését, melyről ti már, úgy gondolom, nagyon-nagyon sokat tudtok. Kívánom nektek, hogy örömet jelentsen számotokra a tanulás, és hogy használható tudást szerezzetek itt. Az imént megkaptátok iskolánk egyik jelképét, a nyakkendőt, mely azt jelképezi, hogy mától ehhez a közösséghez tartoztok. Kívánok vidám gyermekéveket, jó osztályközösséget! És itt szeretném megköszönni elsőseink volt óvónénének, hogy képessé és alkalmassá tették a kicsiket az iskolai munkára. Néhány gondolat a nagyobb diákok felé. Szeretettel köszöntelek titeket is, akik a mozgalmas nyári vakáció elteltével most újra visszatértetek az iskolába, hogy folytassátok tanulmányaitokat. Bízom benne, hogy a hosszú nyári pihenés után készen álltok az új feladatokra. Kívánok nektek sok-sok energiát, kitartást, szorgalmat, hogy a tudásotok legjobbát tudjátok adni. Végül kívánok az iskola minden dolgozójának eredményes munkát, abban sok örömöt, hozzá jó egészséget, a szülőkben igaz segítőtársakat, a partnerekkel korrekt együttműködést. Ezekkel a gondolatokkal a 2013-2014-es évet megnyitom. Szalai Borbála, legyen öröm a tanulás! Hangosabbak ma az utcák, gyerekektől népesek, valahogyan még a nap is szebben ragyog, fényesebb. Izgatottan várt a napra minden kezdő kisdiák, az iskola előttük is kitárjam a kapuját. Megtanulnak betűt vetni a tétova kiskezek, csengő-bongó szép szavakkal telnek majd a füzetek. Ma, amikor útnak indul a sok kicsi, sok iskolás, kívánjuk, hogy öröm legyen számukra a tanulás!